Nem adták ki Észak-Macedóniának Nikola Gruevskit a menekült státusza miatt. A volt macedón kormányfő bézból sapkában és napszemüvegben érkezett a tárgyalásra a fővárosi törvényszékre. Nem válaszolt egyetlen újságírói kérdésre sem. Ügyvédje pedig zárt tárgyalást kért érzékeny információkra hivatkozva. Gruevski 10 évig, 2006 és 2016 között volt az akkor még Macedónia nevet viselő Észak-Macedónia miniszterelnöke. Tavaly májusban hivatali visszaélés miatt 2 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hazájában, mivel törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, de tulajdonképpen saját maga számára. Ezen kívül még 4 eljárás indult ellene, hivatali visszaélés, választási csalás, bűnszervezetben való részvétel és közrendelleni bűncselekményre történő felbújtás miatt. De mielőtt lefolytathatták volna az eljárásokat, a volt macedón kormányfő Magyarországra szökött, ahol menekült státuszt kért és kapott tavaly novemberben. Nem sokkal ezután az Interpol elfogató parancsot adott ki ellene, Észak-Macedónia pedig kérte a kiadatását. Az indoklás szerint a magyar bíróság kizárólag a kiadatási törvény feltételeit vizsgálhatja. A bevándorlási és munkaügyi hivatal 2018. november 20-án menekültnek ismerte el, majd idén április 5-én határozatban megerősítette Gruevski menekült státuszát. A törvények alapján a menekült státuszt kapott személy nem adható ki az országnak, ahonnan elmenekült, indokolt a döntését a bírónő. Az ügyben a vádló és a védő egy oldalon állt, mert mint utóbb a hvg.hu megtudta, a főügyészség sem a macedón politikus kiadatását kérte. A fővárosi főügyészség indítványa arra irányult, hogy a bíróság állapítsa meg, a kiadatás feltételei nem állnak fenn, írta meg a hírportál. Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet, mint ahogyan Gruevski is. Így a bíróság határozata végleges és végrehajtható. Ezek után, bár a nemzetközi elfogató parancs érvényben marad ellene, Gruevskit Magyarországon már nem lehet őrizetbe venni.